sokaság Szent László, ünnepe nap, ragyog a nap, Szent László szól a várfal alatt, én alapítám e szent helyet, áldást küldök népemnek, dicsőség néked. A Szent László Egyesület főszervezésében több partnerrel és támogatóval válvetve tető alá hozott egyhetes rendezvénysorozat a térség magyarságának egyik legnagyobb nyári kulturális fesztiváljává nőtte ki magát. Évről évre egyre többen érkeznek a történelmi Bihar vármegye határon inneni és túli településeiről, illetve távolabbi vidékekről egyaránt. A Szent László napok igazi kovásszá vált, ami összeköti a magyarságot. Az idei motto pedig önmagáért beszél, várad összeköt. Az idei találkozó székesfehérvári vonatkozású különlegessége, hogy a szervezőbizottság felkérésére a programban szerepelt a Fehérvár Média Centrum munkatársainak, Vaklár Lajos, Simon Erika, Szent Miklósi Dávid és Megyeri Zoltán, Szent László nyomában Erdélyben című filmje is, amelyben az alkotók a lovak király emlékét, hősi cselekedeteit dolgozták fel. Székesfehérvár város képviseletében Deák Lajosné a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka tisztelte meg jelenlétével az eseményt. Ez egy óriási nagy élmény, aki ide látogat, meglátja a magyarságnak az erejét, az összefogó erejét. Számos olyan rendezvény a várva, ami szerintem a két városunk között is óriási nagy értéket teremt. Szent László, Szent István ugye a királyok városa. Sok történelmi dolgok, amik egybe fog bennünket, vagy összetart bennünket, idestova 1000 éve. Ha mondhatnám, egy gyöngy sor, ami elszakadt ma holnap 100 éve, de ennek a gyöngy sornak az ereje, az összetartó ereje, apránként is civil szervezetekkel, vagy különböző rendezvényekkel, de össze-össze gurulnak és egybe csiszolják ezt a gyöngysort. Az elsődleges cél, hogy a felújított vár tereit meg kell tölteni tartalommal, hangsúlyozta Imre Zoltán, aki kulturális menedzserként irányítja Nagyvárad közművelődési intézményeit és a várat egyaránt. Mint a Váradi Várnak és a Városi Múzeum a kulturális menedzsereként valóban úgy látom a Várad kulturális, akár magyar identitású vonatkozású programjainknak a dúsítását, hogy egy-egy ilyen kitűnő eseménykor, mint például most a Szent László napok alatt, de más, vannak nekünk magyar napunk, van még egy korábbi, ugye a Váradinon nap is. Én azt szoktam szorgalmazni, hogy mindaz az összprogram, amely rólunk szól, értünk szól, ebbe gazdagítsuk, mind kultúrában, kiállításokkal, festményekkel, irodalmi, történelmi, a különböző városnézési programokkal, és persze ezeken belül animációkkal, egyetemeket bevonni, tehát igen széles skálája van ennek az egész, mondhatnám, szervezésnek, amelyet nem mi, mint a vár szervezünk, mi befogadó tér vagyunk, és örömmel fogadjuk be az olyan szervezéseket, mint például ez a Szent László nap, ami Váradnak a legfontosabb napja. Kulturális programcsomag, összetartozást ígérő csomag, amelyben újra egymásra találunk. És nem csak, azért is jó ez a Várad összeköt, mert itt nem csak a helyi magyarságról van szó, hanem azon túl, hiszen ez már, amint említette, 7 éves események sorozata, sokasága, ezzel mondhatnám, ez egy szerencse szám is, ezzel megalapozta a jövőjét, remélhetőleg ez még legalább 10-szer, 7-szer fog megtörténni, az 70 éven keresztül, remélhetőleg még tovább. Amit szeretnénk a fiatalságnak és a következő generációnak mutatni, hogy valóban kössük össze kezeinkkel egymást, fogjuk meg egymás kezét, így határon innen és határon túlról, de mondjam úgy is, hogy a határon belül, városon belül, a román és a magyarságon belül is, hogy lássák, hogy mi nem egy elnyomni akaró nép vagyunk, és mi meg nem hagyjuk magunkat elnyomni. Tehát mi inkább fogjunk össze, és ezt a várost virágoztassuk így közösen együtt. Zagykó Gyula a Szent László Egyesület tagjaként, a fesztivál főszervezőjeként büszke arra, hogy 7 évvel ezelőtt valami újra elkezdődött Váradon. A lovak király emlékezetét híven őrző közösség egy olyan rendezvényt hozott létre, amely immáron több 10 000 résztvevőt vonz évről évre Párcium fővárosába. A
eseménynek van egy koncepciója. Koncepciónak az alap gerince az, hogy ismerjük meg Szent Lászlót, hiszen város alapító, ismertessük meg Szent Lászlót a román közösséggel is, hiszen ahhoz, hogy elfogadják, mint város alapítót, hiszen a történelmet nem egyformán tanultuk mi annak idején, ahhoz tudniuk kell, hogy Szent László mit tett úgy a kereszténységért, mint a városért. Hiszen nem létezne a nagyvárat, ha Szent László nem alapította volna meg annak idején azt a székesegyházat, ami köré aztán kifejlődött idővel a város. Úgyhogy egy misszió is ez, összekösse azon kívül a közösségeket, akár a románt a magyarral, hiszen itt együtt élünk, akkor van csak béka, ha ismerjük egymást. Attól félünk csak, amit nem ismerünk. Ha ismerjük a másikat, akkor lehet, hogy lebontjuk ezt a félelmet. Azon kívül pedig bontsuk le a határokat, és bontsuk le, légiesítsük legalábbis. Nagyon sok környező településről, magyarországi településről vannak vendégeink. Majdnem, hogy már azt lehet mondani, hogy a régiónak lett egy közös együtt léte. Nem szeretem a fesztivál szót, inkább ezért mondani, hogy közös együtt létez. A programokat úgy próbáljuk megszervezni, hogy annyira változatos legyen, hogy mindenki találja meg a nekivalót, ez is összeköt, hiszen eljön az, aki esetleg a gyerekét akarja szórakoztatni, eljön az is, aki egy bort akar inni, és eljön az, aki akar találkozni a többi 10 000 magyarral. Ez egy nagyon fontos, hiszen megerősíti az embert, az együttlét, az olyan energiákat bocsát ki, amitől megerősödve megyünk haza, és utána az az igazság, hogy annyi keserű nap van egy évben, ilyenkor tudjunk egy kicsikét elereszkedni, legyünk büszkék a váradiságunkra, legyünk büszkék a magyarságunkra. Elcsellentünk Csengerére, Dinidonodánom, Csengeréről Pentelére, Dinidonodánom. Kalapunkat Simon tornyán elragadta égi orkán, Dinidonodánon. Kalapunkat Simon tornyán elragadta égi orkán, Dinidonodánon. A Szent László napok egyik díszvendége a Misztrál együttes volt, akik ezúttal gyermekműsorokkal varázsolták el a családokat. Heitzinger Mika pedig a találkozó himnuszának szerzőjeként mondta el, miként született meg a dal gondolata. Avran Gábor barátom kért meg még tavaly, hogy van-e kedvem írni egy himnuszt ide a Szent László napokra, és mondtam, hogy természetesen csak kéne szöveg, mert én azt nem tudok írni. És nem is találtam embert, aki igazából írna, barátaim közül, és idén Gábor fölhívott, hogy egy nagyváradi hölgy, Tóth Ágnes, megírta, átküldhetik-e, és mondtam, hogy megköszönöm. És nagyon sokáig néztem, és nem indult semmi. Nem indult meg. És Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én akkor gondoltam, hogy kimegyek a Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz, de ami nem messze tőlünk van az erdőbe, imádkozni, és kiléptem az ajtón, és elindultam, és jött egy sugallat, hogy ne menj sehova. És visszafordultam. Bementem, és nem értettem, hogy miért kellett visszajönnöm, de nem mentem. És beléptem a szobába, és ott volt egy papír lenne a földön, és mondom, a gyerekek megint valamit szétszórtak. És fogtam, fölemeltem, megnéztem, és ez a vers volt rajta, leültem, és 3 perc múlva megszületett a dal. Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke úgy fogalmazott, hogy Szent László emlékezete összeköt bennünket, senkinek sem lehet kifogásolni valója. Kiemelte, hogy a javában dúló etnikai kultúrharcok közepette fontos, hogy a napokban a Váradi Várban emlékjelet kapott Szent László sírja. A politikus hangsúlyozta, elsődleges céljuk, hogy méltó helyen a város főterén álljon lovas szobra a város alapító lovak királynak.
Váradiaknak 150 éves álma az, hogy a városalapító szent királyunknak lovas szobra álljon a városközpontban. Most korábban, illetve a dualizmus alatt anyagi akadályai voltak, aztán utána a románok hatalom átvétel az impériumváltás miatt nem volt ez lehetséges. 90-es években szintén még forró volt a talaj ehhez a kérdéshez, viszont 2000 óta nyitva áll az ügy megoldása, és ezért volt fontos lépés az, hogy mintegy 8000 aláírás sikerült 5 évvel ezelőtt civileknek, illetve az Erdély Magyar Néppártnak összegyűjteni azért, hogy végre hivatalosan is ezt megerősítve tudjuk az önkormányzatnál kérni. Azt tudni kell, hogy a városközpontban lévő jelképek ügye fontos és igen kényes emlékezett politikai kérdést jelentenek, és az az ügy, hogy a város központban, illetve a város főterén a román vagy a magyar közösségnek milyen szobrai jelképei vannak, az talán az egyik legnehezebb és legkényesebb kérdés Váradon. Ezért van az, hogy a román többség nem nagyon hajlik arra, hogy a város alapítónak dacára annak, hogy a normalitás része lenne, hogy a város alapítónak szobra legyen a belvárosban, hogy ez a szobor oda kerüljön. Mi úgy gondoljuk, hogy akármennyire is kényes a kérdés számunkra, azért az megkerülhetetlen kérdés, hogy a városnak van egy 900 éves magyar múltja, és a város lakosságának mai napig az egynegyede magyar ajkú, magyar nemzetiségű, ezért a legkevesebbként elfogadható minimális az, hogy Szent László királyunknak a lovas szobra, tehát a polgármesteri hivatal előtt a város főterén ott legyen. Ráadásul ez a terület jelenállás szerint szabad is, ugyanis a román történelmi tulajdonságú, jelentőségű alkotások a főtérnek más részein vannak, tehát lehetséges lenne városrendezési szempontból is ennek a szobornak a felállítása. Egy feladatot kell még megoldanunk, jelesül azt, hogy a magyar közösség is egységes állásponton legyen ebben a kérdésben. Valójában a magyarság ebben a kérdésben egységes, hiszen azt gondolom, hogy döntően 90%-ot elsöprő arányban a váradi magyarok úgy látják ezt a kérdést, ahogyan azt mi is megfogalmaztuk. A politikai szereplőknek kell végre közös nevezőre jutni abban, hogy a magyar ugyanazt is egyet és egyszerre kérjék, mert addig nagyon nehéz érdekeket képviselni, érdekérvényesítést, hatékony érdekérvényesítést véghez vinni egy román városvezetéssel szemben, amíg a magyarságot kiátszhatják ebben a kérdésben egymás ellen. Annak tükrében, hogy Székesfehérvár város is segítőkezet nyújtott ehhez, mit üzenne azoknak, akik várják a történéseket? Van-e remény? Ugye bennünket 1000 évnyi történelem köt össze, és hát nem csak Székesfehérvár királyi város, hanem Nagyvárad is királyi város, ezért aztán a két városnak a kapcsolata nyilván élő kell legyen. Minden segítséget köszönünk, nem csak az anyagiakat, hanem főként az erkölcsit, hiszen a legnagyobb megerősítő erő az, hogy ebben a kérdésben nem vagyunk egyedül. Úgyhogy azt tudjuk üzenni, hogy mi itt ki fogunk tartani, és addig fogjuk az ügyet képviselni, addig fogunk küzdeni, amíg végül is siker nem koronázza ezt a kezdeményezésünket. Az itt élő magyarok az idei rendezvény idején is meg tudják mutatni saját arcukat, s ami még ennél is fontosabb, meg tudják élni magyarságukat. A cél, hogy a Szent László napok a magyarság találkozó helye legyen, egy megvalósult álom.